Tételesen nem verset fogok mondani, hanem Radnóti Miklós naplójának egy részletét. Hogy is kezdjem? A szobám falán három családi kép van, három fénykép másolat. Barabás egyik meglehetősen ismeretlen aranyfestményének a másolata, ugyanerről a képről külön a fej, és Simó Ferenc egy nemrégiben felfedezett festményének a másolata, az idős Kazinciról. A Kazinci képről sokan megkérdezik, csak nem minden látogatunk, de az aranyról is sokan. A nagy bátyád vagy a rokonod? Igen, felelem ilyenkor, arany és Kazinci. S valóban nagy vagy dédnagy bátyáim ők. És rokonom a hitétváltó Balassa, az evangélikus Berzsenyi és Petőfi, a kálvinista Kölcsei, a katolikus Vörös Marti és Babics, avagy a zsidó Szépernő és Küst Milán, hogy közelebb jöjjön. És az ősök? A Berzsenyi szemében látott Horácius épp úgy, mint a zsidó Salamon, a zsoltáros Dávid király Ézsaiás, vagy Jézus Máté. Rengeteg rokonom van, de semmi esetre sem csak Salamon, Dávid, Ézsaiás, Szépernő vagy Füst. Van a közelebbi és távolabbi rokonaim. Zsidóságomat sohasem tagadtam meg. Zsidó felekezetű vagyok ma is, de nem érzem zsidónak magam. A vallásra nem neveltek, nem szükségletem, nem gyakorlom. A faj. A vérrögök, a talajgyökér, az idegekben remegő ősi bánatot baromságnak tartom, és nem költőiségem és szellemiségem meghatározójának. A zsidóságom életproblémám, mert azzá tették a körülmények, a törvények, a világ. Különben magyar költő vagyok. Rokonaimat felsoroltam, és nem érdekel, hogy mi a véleménye mindenről a mindenkori miniszterelnöknek, Maróti Meizlernek, Péjának, Sós Endrének. Ezek kitagadhatnak, befogadhatnak. Az én nemzetem nem kiabál le a könyvespolcról, hogy marcs büdös zsidó. Hazám tájai kinyílnak előttem. A bokor nem tép rajtam külön nagyobbat, mint mások. A fa nem ágaskodik Lábújhegyre, hogy ne érjem el a gyümölcsét. Ha ilyesmit tapasztalnék, megölném magamat. Mert másként, mint élet, élni nem tudok, és mást hinni, és másként gondolkozni sem. Így érzem ezt ma is, 1942-ben is, három hónapi munkaszolgálat és 14 napi büntető tábor után is, kiszorítva az irodalomból, ahol sarka még nem érő költőcskék futkosnak. Használhatatlan és használatlan tanári oklevéllel a zsebemben, az elkövetkezendő napok, évek tudatában is. És ha megölnek, ezen ez sem változtat. Kedves a szívemnek, mikor